Áfonya fajta áfonya közismert a vizelet kiválasztó szervek gyulladás csökkentésében és a gombás fertőzések elleni antiszeptikus gyógyításban betöltött szerepéről. Az erő, az áfonyafélék azon tulajdonságából ered, hogy kiválóan felveszik a harcot a streptokókusz baktériumokkal, és az említett fertőzések háttérokkal többnyire streptokókusz fertőzés. Még gombás esetében is, mivel ezeket tévesen gombásodásként diagnosztizálják, de valójában a gombásodás másodlagos következmény. És ez a legkevesebb, amire ezek a kis bogyós gyümölcsök képesek. A hálaadás napi dúsan terített asztal kínálatából kétségtelenül a nagy kupac áfonya a legértékesebb, legtáplálóbb fogás. A konzerv vagy a sziruppal édesített befőtt is az, amiből áfonyaszószt készítesz. Gyógyhatású alkotóelemei nem csorbulnak, és hatásukkal messze felülmúlják a konzervek kevésbé értékes össze összetevőit. Az áfonya a legfontosabb étel az epehójak betegségek visszafordítására. Epekövek esetén nincs nála hatásosabb, mert képes feloldani azokat. A májtisztításának egyik legerőteljesebb eszköze szintén az áfonya, ezen felül enyhíti a veseköves panaszokat is. Még a fülzsírdugót is kimozdítja a helyéről, tehát segít visszanyerni a hallásodat. Említenem sem kell talán, hogy az áfonya dúskál az antioxidánsokban, mint például az antociánok, így segít a szív- és érrendszeri megbetegedéseken és az érelmeszesedésen. Az áfonya tartalmaz alkotó alkotóelemeket is, amelyek lefegyverzik a szervezetbe özönlő külső eredetű ösztrogéneket, mint például a műanyagokat, a környezeti szennyezőanyagokat, a rovarírtókat és más mesterséges vegyi anyagokat. Az áfonya képes megsemmisíteni ezeket a kéretlen és nagyon káros hormonokat, amelyek oly sok nő egészségi állapotát befolyásolják. Telítve van a sugárzást a testből eltávolító összetevőkkel és ágensekkel, a testszöveteket védő aminosavakkal, a belső szerveket fertőtlenítő enzimekkel, 50-nél is több ásványi nyomelemmel, amelyek az általad még észesen vett hiányokat is megszüntetik, de emellett az áfonya rákellenes hatóanyagokat is tartalmaz segít megállítani a baktériumok és vírusok szaporodását, és bármi mást is, ami belülről veszélyezteti a testedet. Szükség esetén támogat a stressz leküzdésében is. Ha fogyni szeretnél, mindenképpen egyél áfonyát. Naponta egy tálka csökkenti az étvágyad, és segít leadni azt a pár extra kilót. Állapotok Amennyiben az itt felsorolt állapotok bármelyiket téged is érint, vezesd be az áfonyát az étrendedbe. Szezonális allergia, migrén, rekesz sérv, szerzett immunhiányos betegség, hív, magas vérnyomás, ményakrák, gombás fertőzés, inhüvegyulladás, verőérmeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, vetélés, leukémia, petefészekrák, Streptococcus fertőzés, fertőzés, tüdőgyulladás, minden fajtája, kötőhártya gyulladás, vesellégtelenség, Staphylococcus fertőzés, epekő, vesefertőzések, vesekő, vérszegénység, szorongás, öfsömör, diabetes, köszvény, HHV6, citomegalovírus csomók és göbök, lájmkór. Tünetek Amennyiben az itt felsorolt tünetek bármelyikét tapasztalod, vezess be az áfonyát az étrendedbe. Emlékezetvesztés, izomgörcsök, körömrágás, pajzsmirigy alulműködés és túlműködés, premenstruációs tünetegyüttes, súlygyarapodás, felfúvódás, diszpepsia, sárgaság, mánia, zavartság, közti reszketés, remegés, hallás elvesztése, meszesedés, horzsolások, sóvárgás, szédülésrohamok, fokozott fülzsírképződés, hólyagok a bőrön, gyulladás, homályos látás, nyugtalanság, lábfájdalmak, hegesedés. Érzelmi támogatás Az áfonya derűsebb természetűvé tesz. Valahányszor érzelmi szinten ködös érzései támadnak, nem világos, hogyan dönts, merre vedd az utat az életben, egy marék áfonya megvilágítja előted az östvényt. Amikor szétes és fenyeget, arról fantáziálsz, hogy mások vajon hogyan tekintenek rád, és ez a tépelődés akadályoz a haladásban, az áfonya, mert fegyelmezetten él, segít megoldani egy sor ilyesféle gondot. Az áfonya akkor is jól jön, amikor a neuronok és a receptorok bele, beleakadnak a kritikus hozzáállás gondolat mintáiba. Akár te kritizálsz túl gyakran másokat, akár mások téged, az áfonya segít majd. A rendszeresen fogyasztott áfonya enyhíti a visszautasítottság és az akadályozott akadályoztatottság érzését. Ez a gyümölcs az elidegenedés érzését is csillapítja, és hozzásegít, hogy visszatalálj a közösségbe. Spirituális tanítás Épp csak hozzászoktunk a felnőtt élethez, már is megtanulhatjuk, hogy nem lehet csak úgy besétálni a színpadra és játszani. Hol felelősséget kell vállalni, hol nagyon oda kell figyelni, hol komolyan kell viselkedni, kivéve, ha a munkahelyünkön azt díjazzák, hogy igaz valónkban mutatkozzunk meg. Figyelj csak a szívós áfonyát, keményen kapaszkodik a talajba, így védi magát a hideg és a viharos szelek a kedvezőtlen körülmények ellen. Még apró piros gyümölcseit is nehéz észrevenni, olyan tökéletesen védekezik. Néha azonban túlzásba vihetjük a begubózást, beleragadhatunk abba az elképzelésbe, hogy még egy csöpnyi öröm kimutatása is sebezhetővé tesz, mert azt a látszatot keltheti, hogy nem dolgozunk elég szorgalmasan. Pedig a felnőtté válás nem azt jelenti, hogy állandóan el kell nyomni magunkban a vidámságot. Az öröm, a vidámság is mi vagyunk. Éppen úgy, ahogy az áfonya a napfény első jelére hegyként felkapja a fejét, játszik a szélben és élvezi a kápráztató napfényt. Pontosan tudja, mikor teheti meg. Vedd észre azokat a pillanatokat, amikor biztonságos a helyzet, és kimutathatod igazi életkedved, lényeged és ragyogásod. Mi magunk hozzuk létre a derű napjait, amikor kihúzhatjuk magunkat, ragyoghatunk és táncolhatunk a fényben. Egyensúly kérdése az egész, és e téren nincs jobb tanítónk az áfonyánál. Ötletek az a legjobb, ha fagyasztott áfonyát veszel. Próbáld ki zappehelye reggelire, vagy ad hozzá egy rostos gyümölcs turmixhoz. Ha nem magad készíted a friss áfonyalevet, keresd a boltban az adalék tartósítószer és édesítőszermentes mentes 100%-os áfonyalevet. Nem kedveled az áfonya természetes fanyarízét? Edd együtt egy marok dióval. Nem szereted az áfonyát? Az ettől még hatékony is, és tud segíteni. Vásárolj egy tálka áfonyát, és helyezd el a lakás olyan pontján, ahol kizárólag te érintkezhetsz vele. A konyha nem jó, mert bárki bemehet, és metafizikai síkon akaratlanul is learadhatja az áfonya áldásait. Nézd rá naponta többször, és legalább egyszer érintkezz is vele. Futtasd át felette az ujjaidat, érintsd meg, fogj néhány szemet a tenyeredbe, így is hozzájutsz értékes fizikai tulajdonságaihoz. Nye, nyers áfonya feltét 2-4 adag Képzeld magaz, magad elé az áfonya zselatinos bíbor csöpjeit a háladás napjára terített asztalon. Ez a zamatos, friss áfonya fogás cseppent sem unalmas. Az áfonya, az alma és narancsfalatok valamint a kókuszcukor jól kihozza egymás természetes ízét, zamatát. Egyszerű kísérőétel, ám nagyszerű ünnepi fogás saláták tetejére, halmozva is remek. Hozzávalók egy csésze áfonya, két csésze nagy kockákra vágott alma, fél csésze narancskereszt, negyed kávéskanál narancshéj, négy evőkanál kókuszcukor, három menta levél. Elkészítése. Nagyjából keverd össze kézzel, vagy impulzus kapcsolót használva aprítógépben az összetevőket. Maradjon darabos. Tedd hűtőbe 30 percre, azután tálalhatod.